Lázas munka folyik az Eiffel műhelyházban. Ahogy közelednek az április 5-éhez, egyre izgatottabb mindenki. Először tartanak majd balettelőadást a Bánfi teremben. Együtt előre, hátra. Csendes, megilletődő dzsongással teszi mindenki a dolgát az Eiffel műhelyház próbaüzemének első estéjén. A Girls in Focus estel nyit a társulat. Hirtelen megszületett, nem tudom, az a rész, ami ott arra hát, az irgalmat van, milyen hosszú, ilyen szegvélyeket kell majd venni, még nem, a hátra. Nem, gyalogolni kell. Rúj Szedit, a próbavezető balettmester reggel óta dolgozik a társulattal. Mert reggel, amikor megérkeztünk, az első próba elmaradt, mert akkor még maga, amit itt láttok, a linoleumot, vagy a színpadot, ebben akkor kezdték letenni a linoleumot. Se jel, se semmi nem volt, tehát ezt a délelőtt folyamán tettük le. A nézőtér, ami a nagyon izgalmas, ott ilyen fa deszkatartók voltak, amire egyébként tényleg varázsütésre egyszer csak rákerültek a székek, majd ezek a zöld húzatok. A zárt körű előadás nézőim a leginkább az opera dolgozói lesznek. Popa Gergely zenekari igazgató lelkesen várja, hogy együttese is kipróbálhassa az új zenekari árkot. Ez az ajtó most van először csukva, és én most vagyok itt először sisak nélkül. Tamásék nyertek egyébként a versenyben, mert ők ugye már ma itt előadnak, és holnap is előadnak, mi pedig csak jövő héten kezdünk itt ebben az árokban próbálni. A próbának vége a táncosokat ámulatba és gondolkodóba ejti az épület. Darab Dénes és az Eiffel Műhelyház régi jó barátok. Fantasztikus élmény volt, ugyanis pár év után most láthatom újra először azt a teret, ami nekem elindította a fotózást az életemben. Az architektúra az első találkozáskor is lenyűgözte a tánckar táncosát, de most látja először az újraalakított térben a múzeális mozdonyt, ami azonnal megragadja a figyelmét. Fantasztikus, már lőttem is pár képet. A mai előadás egyfajta ünnepség is. A hostessek már készülnek a vendégek fogadására. Kedves vendégeim, nagyon és odaig ez még nem az átlag ünnepség. Ez most valami, amit valamennyien itt valami kukucskáron keresztül megleshetünk, hogy milyen, amikor először szétült a függöny. Az opera főigazgatója nyitotta pár szóval az estet a Girls in Focus tánc előadás előtt. Méltán büszke, lelkes, szenvedélyesen szorgalmas és kitartó csapatára. Büszke vagyok rá, hogy itt lehetünk, és most kivételesen nem az egész projektnek a büszkesége tölt el, hanem leginkább az, hogy az opera szervezett egységei, tehát a mi elsősorban fizikai munkát végző kollégáink, a különböző színpadi tárakban dolgozók, a gondolkság, az épületüzemeltetés képes volt ezt a lehetetlen helyzetet az elmúlt két hétben kezelni, és a korábban ugyancsak általunk legyártott akusztikai elemekkel a termet felöltöztetni, és hogy itt lehetünk, ez az ő érdemük. A balettársulat az első próbaüzemi megpróbáltatások ellenére 100%-ot nyújtott a kollégákból álló közönség elő. Április közepétől pedig ingyenes, regisztrációhoz kötött jegyekkel a nagy közönség is birtokba veheti az Eiffel Műhelyházat.